A huszárság története a Mátyás király korszakába nyúlik vissza hitelesen, hiszen abból az időből tudjuk elsősorban, hogy létezik huszárság, de feltételezhető az, hogy már korábban létezhetett, hiszen már Mátyás király huszár osztagai megalapítása előtt említettek huszár nevezetű illetőt, tehát ez tükrözi azt, hogy ha a neve huszár, akkor létezhetett ez a fajta katonai alakulás. Hagyományőrzőink. Huszárkapitány által vezetett hagyományőrzők megtartsák a bemutatót. Erőtisztesség, huszárok! Tehát hagyományőrzőink életűen próbálják visszaadni azokat a parancsszavakat, azokat a mozdulatokat, amelyek a huszárság körében illetve tudni kell. Tehát itt egy hadjelenetről lesz szó, hadgyakorlatról. Folytatnám kommentáromat azzal, hogy a huszár alakulat megalakulása az tulajdonképpen a 18. század második felében jött létre. Ez a székelység körében erős ellenszemet váltott ki, hiszen a székelységről tudjuk, hogy nekünk alapvető feladatuk a határőrzés volt, és ebből a szempontból az volt a kiváltságjog, úgyhogy szabad jogrendelkezéssel bízta a rend és a reguláris csapatok felállításával a huszárság székely körében való bevezetésével. Ez normális, hogy ellenszenvet váltott ki az uralkodói családdal szemben. Az öltözetről annyit említeni, hogy nem volt mindig ilyen egységes. A lovas katonának a anyagi helyzetéhez mérten tudták a lovasok kiállítani. A név magában hordozta, hogy talán a telep katonaságnak az utód alakulata, és pedig 20 telep után állítottak ki egy lovas katonát. Ez azt jelenti, hogy már magában a lovas katonának az ellátása, felfegyverzés, a felszerszámozás egy elég költséges kihívás volt. A 18. század második felében, tehát 1780-as években kezdik bevezetni az egységes ruházatot. A székely huszár ezrednek a sötétkék egyenruha jutott, de ez a sötétkék egyenruha mellett létezett még a világos kék, illetve a zöld és a piros harisnyás, a zöldi világos zöld egyenruha. A piros harisnyát azért említem, mert zöld harisnyát nem hordtak a huszárok, hiszen szomszédosak voltak a török birodalommal, és a török világban a zöld szín az szent szín, és ezzel sem akarták fokozni a törökök elleni ellenszenvet. A huszárságnál az egyenruha megkapó, díszes, de elsősorban a védelmet biztosította. A sújtások, azaz a zsinór mintázatok tulajdonképpen azt szolgálták, hogy a szabjával leadott vágásukat felvédjék, kivédjék, illetve a panyókára vetett mente, az tulajdonképpen a korábbi időszakoknak az állatbőr utánzata. Ennek a szerepe az, hogy a hátul, a huszárnak a hátát és a bal felét védte előről. Tehát itt is erősítették a szabjának a vágási erejének a mérsékelését. Fontos a huszár csapatoknál az egymásra való figyelés, a csapatmunka, ebben rejlik tulajdonképpen a könnyű lovasságnak az ütőképessége. Tehát a bajtárs a csatatéren mindig figyel a bajtársára, egységben van az erő, ugye, és akkor így tudnak sikeres hadi mozdulatokat végrehajtani. Tehát ha fordulásról van szó, akkor egységesen fordulnak, vonalba állnak, és így nincsen a sorban hiba, és erős a
nehézségnek a ütőképességet. Huszárain kezd is próbálják a nagykerék listával bemutatni a fordulást. Tehát a külsők nagyobb léptékben, belsők éppen csak lépésben tartják az ütemet, és egységesen vonalban tudnak fordulni. Azért, hogy felismerjék, hogy ki is itt a kapitány, elmondom azt, hogy a főtiszteknek a zsinórlók a ezüst színű, az altiszteknek és a közlegényeknek pedig az arany sárga, tehát a színű látszó zsinórzat. Ez a sárga-fekete kombináció tulajdonképpen a császári hatalom jelképe és az egyenruha. Tehát itt a csapat hadtest mozdulatok bemutatása után következik a hadgyakorlat. Jókész felül nekem már fel is állt a gyalogezred. Tudni kell azt, hogy a székely gyalogezred központja az kézdirásáhely, a Csíkszered alul. Egyenruhájuk is. És segítette magyarországi hadszintű eseményeinek a sikerét is. Huszárai csatarendbe álltak. A gyalogosok is beállnak csatarendbe. Itt ki lehet venni, hogy a huszárságnak, illetve a gyalogosságnak milyen vadászati taktikáik volt, önvédelem, illetve az ellenség meggyengítése szempontjából is. Tüzérek is előkészítik az ágyújukat, remélem, hogy nem okoznak balesetet senkiben, életveszélyben nem sorolnak senkit. Azért, hogy a gyalogosoknál is ráismerjenek a parancsnokra, elmondom azt, hogy a csákon a zsinórzat, illetve a szalag mintázat tükrözi azt, hogy kinek milyen rangja van. Gyalogosaink beállnak tüzelésbe, huszárok is szabját rántottak. Első tűzlövése fel, dördültek. Itt már karoló hadművelet, körbe fogják a gyalogosságot, azok rendeződnek az önvédelemre, tehát egymást is védik, illetve kifele is próbálnak hatékonyan ellenállni. Az ágyut is töltik rendületlenül a tüzére. Egymást érik a lövése. Új stratégiát hozzanak csatarendet, csatasorban állnak a gyalogosok. Vonalvárka következik a huszárokon, tüzérség lő, és a huszárok kénytelenek megfordulni, de a csatarendet, a vonalat azt nem hagyják, tehát az egységet azt mindig megőrzik. Tehát látható, hogy vonalban igyekeznek fordulni. Az ágyok gyalogos, sőt a tüzér is elesett, tehát az ágyú már semlegesítve van. Tehát a gyalogosság nem tudott helyt állni a huszársággal szemben. De amíg az asztótartó falkon vannak, addig még az osztag hátán helyettesítik a belesett hősöket. A hátsó túlból mindig előre lépnek, a gyalogosok zárják soraikat. Megfogyasztott, de lelkesen kitartnak, úgy, ahogy kitartott a szabadságharc idején. Meg annyiszor mutatták, csak említem a kötöksi csatát, vagy éppenséggel a nyergestetői csatát, a végkimenetelőt, a képességet, a lelki hadszintén Szegesvár.
Kell tudni a közésünk fegyverekből, hogy az akkori fegyverekkel az ágyúval, hogyha a célpontból 10 méterre sikerül lőni, az már egy sikeres lövésnek számít. Tehát ilyen múlva összeállnak az ágyúlását. Újabb roham, gyalogossal visszavonul. Azt fogok hagyni velem, a huszárok ismét félbe vártáznak. Egyre jobban hagyják a gyalogosok. Tüdélek is tanultolják az ágyücsöget, ventületlenül. Kapitány kiadta a parancsot a balra sorakozásra. Hadgyakorlat után a végső tiszteletet adják. Hadgyakorlat ezzel lassan véget ér, látható volt a gyalogosság. Véget ér, és a gyalogosság hozta is tiszteletet. Időszakáiból tudtunk néhány ízelítő pillanatot varázsolni ide pincetetőre. Köszönöm szépen!